Ellentámadást indította az ukrán hadsereg az ország déli Herszon megyéjét megszálló orosz erőkkel szemben. Ukrán beszámolók szerint az offenzívának több helyen sikerült áttörnie az oroszok első védelmi vonalát, de ezt az információt egyelőre nem lehet megerősíteni. A kijevi vezetés hónapok óta beszél a déli offenzíváról, az elmúlt hetekben pedig komoly tüzérségi támadásokat hajtottak végre a térségben. Amerikai kormányzati tisztviselők szerint azonban ez még mindig nem a beígért nagy ellentámadás, továbbra is előkészítő műveletek zajlanak. A hadművelet egyik fő célja az orosz kézre került nagyváros Herszon visszafoglalása lehet. A közeli Nohakahovkából az oroszok megkezdték a civilek evakuálását.